Kedvenc rajzfilmjeiket és sorozataikat nézik a moholi sétáló testvérek a délutáni siesta idején. Édesanyjuk 2 évvel ezelőtt hagyta el őket. Édesapjuk azóta egyedül neveli 7 gyermekét. A legkisebb Károly 4 éves. A 6 éves Petra idén indult első osztályba. Magyar, száj, hát matek. Sorolja a kedvenc tantárgyait Petra. A kislány szeret iskolába járni. Nincs ezzel másként testvére a 11 éves Norbert sem. Szeretik járni iskolába, szeretem a tornát, a matekot, magyart, matekból 3-as vagyok. Magyarból 2-es, tornából 5-ös. A 12 éves ikrek Linda és Dennis szívesen töltik a szabadidejüket a barátaikkal, akikkel sokat játszanak. Szoktunk játszani, kiütőcskézni, meg zavrocskázni. Szoktunk focizni. A 2 nagyobb testvére, a 15 éves Kinga és a 17 éves Tamás éppen alkalmi munkát végeznek, hogy némi pénzhez jussanak. Édesapjuk István munkanélküli. Ha teheti, alkalmi munkákat vállal. Szerinte erre ritkán nyílik lehetősége. A csajpótlék meg a segély, ami van, de az se sok, de az elmény a házbérre, villanra, meg ami kell, és marad úgy, ahogy. De ami kell a konyhára, az jó van. Szűkösen, de megbírjuk oldani. Az 2 év alatt, mint az előtt, többször között minden az orvos az őket. A gyermekek nagyon megörülnek a munkatársainktól kapott ajándékcsomagnak. Kicsit szégyenlősen nyúltak hozzá, néhány perc múlva azonban már jó ízűen majszolták az abban talált édességeket. A családnak óriási szüksége lenne néhány szekrényre, illetve egy jól működő hűtőszekrényre is. A gyermekek pedig egy számítógépnek örülnének a leginkább. Nem.